hogy mi az, ami viszi a pénzt az Egyesült Államokban, én mindenképpen ide sorolnám az összes szolgáltatást, az egészségügyi ellátást, a lakhatást, de úgy általánosságban a biztosításokat is, és hát láthattátok, hogy az élelmiszerek sem olcsók az előző videónkban. Amitől viszont szerintem nem kell, hogy fájjon az amerikaiak feje, az az öltözködés. Főleg, hogy a hagyományos ruhaboltok, online üzletek mellett rengeteg jó outletben is vásárolhatunk, Floridában összesen 21-ben. Ezek közül a legnagyobbat mutatom meg most nektek, ahol 355 üzlet található, luxus márkákból egy egész utcányi. És ez az outlet nagyjából 40 percre van Miami-tól, úgyhogy nagyon gyakran jönnek ide a turisták ilyen egésznapos vásárlásra, üres bőröndel, mert hogy ez Florida második legnagyobb turisztikai célpontja, ahol évente 23 millióan fordulnak meg, még a hotelekből is hozzák ide a turistákat, szervezetten busszal. A kávémmal már meg vagyok, úgyhogy ha ti is készen álltok, akkor indulhatunk. Nézzük akkor, hogy mit tud az Egyesült Államok egyik legismertebb, legnépszerűbb outlet mallja. Milyen üzletek és árak vannak itt. Tudjátok, mint minden outletben a világon, ebben is a kifutó termékeket, eladatlan darabokat árulják. Kollekcióváltáskor ezekbe az üzletekbe kerülnek a megmaradt holmik. Nem a gagyi, ami senkinek sem kellett, csak amik a kereskedőkön maradtak, mert túl sokat rendeltek belőlük. A kocsi az 8 dollárba kerül. Direkt nyitásra érkeztem reggel 10-re, mert ilyenkor még nincsenek sokan, és kényelmesen tudok nézelődni, meg persze kamerázni. Amúgy általában este 9-ig vannak nyitva, vasárnap este 8-ig. Kezdjünk sportosan. Két póló 30 dollár. A felsők és a rövidnadrágok is 30 dollárba kerülnek. Ez az olcsóbb kategória 15 dollárért, a trikó 17, 20 dollár, és ez tényleg jó minőség, 40 dollár. Hosszú felsők 35-ért, Seal Jackie 40 dollár. Van nekik cipő is, úgyhogy arra is ránézek. 70 dollár, 40, ez pedig 50. Szürke kékkel kombinálva 70 dollár, a bakancs 60 dollár, a gyerekeknek is vannak ruhák, 40 dollár az UV szűrős kis ing, és amiket a strandon használunk, azok 25-ért. Legyen az Ann Taylor a következő, ők a 25 és 50 év közöttieknek árulnak, elsősorban üzleti stílusú, elegánsabb ruhákat. A ruha 125 dollár. 25%-os kedvezménnyel, a blazer 109 hozzá, szinte mindegyik kis nyári színes ruha 120 dollár körül, a felső 50%-os leárazással 65 dollárért, 150 dollár, a sima egyszerű pamut póló is 50 dollár. És akkor az ilyen nagy áruházak, mint a TJ Maxx, vagy a Target, azok is beköltöztek ide. De van itt Marshalls is például, és a Brandsmart, ami ugye elektronikai cikkeket árul. A Bed Bath is beköltözött ide teljes egészében. Óriás üzlet, és akkor itt lehet mindenféle dolgot keresgélni a háztartásba. De én most a ruhákra koncentrálok. Nézzünk be akkor ide is, mert 50-70%-os leárazást ígérnek. Megkérdeztem az eladó hölgyet, és úgy van, hogy az árcédulából jön le a kedvezmény. És mindenre nagyjából 50% van, szóval a 80 dolláros ruha akkor 40 dollár körül. 70 dollár a pulóver akkor, 35. Hát igazából minden olyan 30 dollár körül. Ezek a pólók is. 40 dollár az ingruha. A férfi sortok 25 dollárért. 13 dollár a sapka, és van külön leárazásos rész is, ahol még olcsóbban lehet találni dolgokat, akár a gyerekeknek is. Kislány overall 20 dollárért, fürdőruhák 40%-kal 20 dollárra, 17 dollárért a papucsok.
Aki szereti az ilyen feliratos felsőket, mármint pólókat, az itt talál magának. Van ilyen útbaigazító LED fal, amit lehet nyomogatni, és akkor megkeresni, hogy mi merre van a térképen, az éttermek, a mosdók, vagy éppen a mozi, mert hogy az is van itt. Ezeket a térképeket is lehet böngészni. De lehet kérni asszisztenciát is, és akkor segítenek útbaigazítani egyenruhás hölgyek, urak. Legyen a következő a Tomi, ahová benézünk. Nagyon jó kis reklámarcot választottak maguknak. Én egyébként imádom, nagyon szeretem ezt a márkát. $60. A nadrág pedig hozzá 70. Tipikus Tomi stílus. Finom kis nyári anyag. Ezek egyébként $80 kerülnek, és 30% jön le belőle. Itt az ingruhák $80, 40%-os leárazással, táskákból, cipőkből 30% jön le. Amúgy $90-os címke van rajtuk. Sortok $60, $70, lejön belőle 30%, a férfi sortok $50. Nagyon jó kis színekben, és így kombinálható hozzá a póló. Ingek $60. A $35-ból lejön 20% a pólóknál. Ezek a jó kis pamut anyagok. Férfi póló $40. A gyerekeknek is olyan helyes dolgok vannak. $50, és akkor lejön belőle 30% kedvezmény. Iszonyat helyesek a babáknak. $40-ba kerülnek a papucsok, de lejön belőle 30%. Próbálom azokat a márkákat, amire gondolom, hogy kíváncsiak vagytok. Itt legalább már megkönnyítik a dolgunkat azzal, hogy rajta a végső ár. 29,99. 80 helyett 60. $30 a tréning felső, és $25 az alsó hozzá. Szintén így kombinálva az alsó felső együtt összesen $60. A sima átlag feliratos pólók $30 körül, a trikó leértékelésben $20. Más színek is vannak, meg van olcsóbb is $12. Nézek cipőket is, ezek itt $70. 60, Air Max 100, és egy ilyen kis egyszerű az 55. $100, és akkor 20% még lejön belőlem. Ez pedig itt $60, ez itt $65, és ez a másik fajta is. Szembe $90-ért. És ezek a futócipők 130-ért, illetve van 200-ért is. Akcióban két póló $30. Ez a típusú pedig $40. A Victoria's Secret majdnem belebukott abba, hogy csak vékony modellekkel dolgozott, úgyhogy itt már látszik az újítás. Molett baba is üdvözöl bennünket a bejáratnál. A Calcedonia az viszonylag új az amerikai piacon. A legrosszabbkor érkeztek, épp akkor, amikor a pandémia. Mára viszont már lett 49 üzletük országszerte. A Tommy Bahamában is 50-70%-os leárazás. És ezeken a márkás új ruhákon sokat lehet spórolni, sőt, akár keresni is. Akik itt tolják a bőröndöt, azok Dél-Amerikából jönnek, nagyrészt brazilok. Viszik haza a megvásárolt holmikat, otthon jó áron túladnak rajta, és még úgy is megérik nekik, hogy bele van kalkulálva ugye a repülőjegy meg a szállás. Látjátok, milyen sokan tologatják a bőröndöt. Vannak kifejezetten olcsó üzletek, ahol teljesen hétköznapi ruhákat találni, 50-60%-os leárazással, és pluszban most még olyan akcióban, hogyha egyet veszek, akkor a második ingyen van. Szóval $14 két póló. Ez mondjuk főleg a gyerekeknek nem rossz. Az is érdekes, hogy az eleve olcsó áruházak, mint a Burlington, az is megtalálható itt. Itt a Forma 1 szerelmesei vehetnek ruhákat, kiegészítőket, Ferrari és McLaren-es holmik. A jól ismert európai márkák is megtalálhatók itt.
Ott szemben az a Rainforest kávézó, oda mindenképpen, akinek van gyereke, térjen be, mert sokkal több, mint egy kávézó, egy egész szórakoztató központ. Ezt nagyon bírják a gyerekek. Itt mindenféle játékot tudnak maguknak beszerezni. Az egész ilyen őserdő, esőerdő hangulatú. Nem csak egy üzlet kávézó, hanem játszóház is. És akkor itt kezdődik az a részleg, ahol több mint 70 luxusmárka megtalálható. Például az Armani. Tehát van a klasszik bevásárló központos része, és van a kinti, a kint sétálós nyitott. És itt a luxusmárkáknál már a világítás is más. Sokkal fényesebb. Itt lehet tovább menni, ahol normál üzletek vannak, de ahhoz, hogy valami exkluzívat találjunk, ki kell sétálni, az a külső részen van. De még mielőtt kilépünk a Bloomingdale's-be, be lehet nézni. Hatalmas áruház, luxus termékekkel. Itt akkor lehet nézni designer termékeket. És mondjuk 245 helyet 100 dollár. A felső 50, a szoknya pedig hozzá 90. Vannak is koktélruhák, esti ruhák is. 170 dollár. Itt az osztály, ahol már 85%-os a leértékelés. 44 dollár. 40 dollár helyett 25 a póló. A 150 dolláros ruha most 80. 80 dollár. Van pirosban, kékben is. 80 dollár a férfi pulóver. Nekem 37-es lábam van, úgyhogy a 7-es számot kell keresnem, hogyha magamnak szeretnék cipőt nézni. 50 dollár. Nem találom az árát. Ezt nem tudom. 80 dollár. Ez is annyi. 65 dollár. 100 dollár. Ez 75 dollár. 70 dollár a Guess. Egy Valentino papucs. És ezzel látjátok, hogy 500 dollár volt, most 199. Nézzünk itt táskákat is. 45 dollár. 298 a Michael Kors. 298 volt, és most 150 ez a modell. Ez is 150. 120. 30 dollár. Az öveg 20 dollárért. Ez itt 11 dollár. A kis mini táska 45 dollár. Ez 30 dollár. 80 dollár, ez itt 160, és még ezt akarom megnézni itt hátul, ez már 250, ez a nagyobb, 150-re leárazva 260-ról. Látjátok, mennyi az engedmény az eredeti árból. És van egy ilyen végkiárusításos rész, ahol az utolsó darabokat el lehet vinni, hogyha tetszik esetleg. Ez már tényleg 77%-os leárazás, 110-ről 25-re, 600-ról 150-re. A pólóruha 25 dollár, feketében és fehérben. 60 dollár, hosszú ruha. Itt rengeteg van, rengeteg féle. És őszintén többre számítottam, amikor leemeltem, 119 dollár. Ennek az overallnak még muszáj megtudnom az árát. Ez sem csalódás, 70 dollár. 35 dollár. Szóval, aki szeretne elegánsan felöltözni, teljesen jó áron talál dolgokat. 70 dolláros ruha. Mindenféle stílusban. Vajbőr, rövid nadrág, 50 dollár.
És szintén $50 az elegáns nadrág. Teljesen jók vannak, jó áron. Kedvezzünk egy picit a férfiaknak is. Rövid ujjú ing, $30. A rövid nadrágok is ugyanannyibe kerülnek, és ez például nagyon jó anyag, $35. $12 kerülnek az alsók, és egy sima póló $23. Ez a feliratos 13. Ezek itt mind. És a szürke melegítő $20. $70 a Guess cipő, papucs $30. A férjemnek ugyanilyen van, ez $50. $258-ról $99-re. $90. És ez itt 218-ról van leárazva 110-re. Így néz ki. Nagyon jó ár ez is, $50. Egy még elegánsabb $80-ért. Tényleg néha már nevetséges áron. $40. Aki szereti a feltűnősködést, hogy mindenki lássa, hogy Guess cipője van, $70-ért megteheti. $50. Vajpuha. És valaki nemrég azt írta nekem, hogy Amerikában most mennyire drágák lettek a bőröndök. Ez itt előttem $80, és van rajta 10 év garancia. Kereken $100. Ez itt 120, és ez is itt $100, úgyhogy nem mondanám drágának. A kicsi belőle $90. Én nem látom, hogy drágábbak lennének a bőröndök. Ez milyen 87%-os leárazás? 3,25-ről $40-ra. $30. Ez a short. $25 ez a papucs. Van bézsben és feketében is. Van hozzá öv, amivel ilyen csinosra be lehet húzni a derekát. Itt középen is lehet bőröndöt venni, nyilván nem márkás. Kicsit leragadtam a Bloomingdale's-ben, de nézzünk akkor ki. Megy a madár is vásárolni a Bloomingdale's-ben, ahol az előbb voltam. Ezek a luxus üzletek kintről és az épületen belülről is megközelíthetőek. Itt aztán bebecsapja az embert a forróság, de vannak ilyen kis kioszkok, ahol lehet mindenféle üdítőt, fagylaltot, ha innen jól látom, akkor ilyen bobateát is inni. Szóval vannak frissítők. 16 étterem közül lehet választani, vannak bárok, és az outlet külső peremén bútorüzletek is, meg egy hotel, ahol meg lehet szállni. Úgyhogy, ahogy mondtam, több mint 70 luxus márka. Mindenki keresheti azt, amelyiket szeretné. Nézzünk be ide is. $275. Ruha $195. És $255-ból jön le 50% ennél a ruhánál. Itt a Michael Kors-ban. Ebből a $195-osból is. 225 és lejön belőle 50%. Itt a kék ruha korallban, korallszínben. Van fehérben is, és akkor lehet táskát, cipőt választani hozzá, összehangolni. Nem tudom, az árát nem írták rá. $98 a sort. Nagyon szép a kollekció. Egy teljes napot el lehet itt tölteni, úgyhogy még tudnám tovább mutogatni. Én azt mondom, hogy szinte lehetetlenség is bejárni. Akkora az outletnek az alapterülete, hogy a magyar parlament, megnéztem, majdnem 15-ször férne bele. Aki elfárad, az masszíroztatja magát. Itt egy óriás Skechers üzlet. Kozmetikumok is vannak. Aki szereti a nagyon illatos illatszereket, szappanokat, krémeket. A kioszkokból is több mint 100 van az outlet területén. Aki pedig szereti a sminktermékeket, az is talál itt üzletet. Még parókát is árulnak. Na jó, ezt még nem bírom ki. Banana Republic. 50%-os leárazás van.
50 dollár a sort, 40 a felső hozzá, és akkor vegyétek le a felét. 70 dollár a kis szoknya. És úgy van, hogy ilyen felső van hozzá, ilyen ejtett vállú, ami 55 dollárba kerül. 50-70%-os engedmény mindenre. Finom, elegáns, jó anyagok. Lehet, hogy a dúsgazdagoknak kifutó modell, de tényleg szépen fel lehet öltözködni szerintem. Akkor is, hogyha ezek már kifutó terméknek számítanak, és azért vannak leárazva. A zakó 119, és vegyétek le ennek is a felét. A hűvösebb évszakokra. Gyönyörű selyem szoknya 45 dollár. Hozzá elegáns felső. Az ugye 28 dollár körül az engedménnyel. A blazer alá 22 dollár. Itt is van férfi osztály. A klasszik kockásink 70 dollár. De mindegyik fél áron most. Náluk van napszemüveg is 30 dollárért. És a kis gyerekruhák. Itt ugrálhatnak a kölykök. Próbálják a gyerekeket is lefoglalni. Itt egy Lego üzlet nekik. És hát nem is Florida lenne, ha nem árulnának kubai szivarokat. Elvileg nem lehet az USA-ban. De úgy van kiátszva a szabály, hogy Kubán kívül sodorják. Az anyukám, amikor itt volt, az unokájának akart vinni Magyarországra kosaras felsőt, meg nadrágot, és nem tudtam, hogy hova kell menni, most már tudom, hogy itt kapok. A kijáratot mindig jegyezzétek meg, mert úgy jártok, mint én, hogy eltévedtek. Az éttermi résznél kötöttem ki, a kedvenc fagyimnál. Utcán árult mexikói kukorica is van, a friss kókusz is elmaradhatatlan, és lehet reggelizni is. Itt a gyerekeknek jó kis ruhák, színes pólók, amiket szeretnek ilyen 5 dollár körüli áron. Ez egy olyan állvány, amiről ajándékkártyákat vehetünk. Ez nagyon népszerű az Egyesült Államokban. Sok munkahelyen ezt adják a kollégáknak, mondjuk karácsonyra. A tanítónéniknek mondjuk megköszönni az egész éves munkájukat. A meghatározott kereten belül tetszőleges összeggel fel lehet tölteni. Őszintén egy 20 perc után én úgy érzem, hogy megfulladok az ilyen áruházakban, nem az én terepem. Úgyhogy gyors nézelődés, vásárlás, és megyek ki innen. Őszintén mondom, hogy ebbe bele lehet szédülni. Én a turistáknak tényleg azt ajánlom, hogy ide egy teljes napra jöjjenek, és üres bőröndökkel. És érkezzetek minél korábban nyitásra, mert egyébként dél körül már ennyire tele van a parkoló. Akinek nincs bérelt autó, az ugye jöhet tömegközlekedéssel is. Szerintem a negyedét sem sikerült most bejárni. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!